a Mózsa nézőit. Nehéz időszakot tudhat maga mögött a Komáromi Jókai Színház is. Ám a járványhelyzet ellenére sem áll meg a munka az intézményben. Ma stúdió vendégünk az intézmény igazgatója Gál Tamás. Üdvözöllek! Köszöntöm a nézőket, üdvözöllek! Ám még mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, a színház szerelmeseinek egy kis reményt adva, nézzünk meg egy bejátszót arról, milyen munka is folyik most a színházban. Ebben a kaotikus helyzetben, ugye a koronavírus járvány árnyékában újra kezdetét vették a próbák itt a Komáromi Jókai Színházban. Milyen érzésekkel vágott bele a rendezésbe? Itt Komáromban rendezhetek, ennek különösen örülök a gátomi fölkérésének. Már kértek korábban felvidékről, hogy jöjjek rendezni. Most itt van a Covid, ennek ellenére elkezdjük, aztán majd meglátjuk. A koronavírus járvány esetleges súlyosbodása során van esetleg bármilyen alternatívája? Meg lehet valósítani a távrendezést? Muszáj is. Azért muszáj, mert tanítani is így tanítok. Tehát a Színvészeti Egyetemen is Skype-on megcsinálják a diákok, attól tudják a jeleneteiket, most ugye az egyetemen se lehet, ki itt, ki, ki ott, ki amott. és én pedig megnézem ezt, és Skype-on az egyik, a tableten nézem őket, Skype-on meg instruálom őket, és akkor ők leírják, jegyzetelnek, és akkor legközelebbre megint megcsinálják. Így is tudunk dolgozni. Ez egy ilyen helyzet, de én nem szoktam az ilyesmiktől megijedni, úgyhogy tesszük a dolgunkat. Ha meg nem lehet, akkor meg jó Isten ellen nem kell küzdeni. Vele érdemes, de ellene nem érdemes. Tavaly évben sajnos nem sok lehetőséged volt a megmutatkozásra színészként. Milyen érzésekkel vágtál bele a próbákba? Hát nagyon nehéz. Az ember azt érzi óvatatlanul, hogy valahogy elveszi azt a rutint, amit, amit, összeszedett, és még így sincs belőle sok, még így a pálya elején, ha lehet azt mondani. Szerencsére annyit sikerült, hogy rendeztem egy előadást, a stúdiót az nyitotta a Hamlet, az valamennyire kárpótolt ebben, de maga az a színészi öröm vagy játék, az sajnos elmaradt. Úgyhogy remélem, hogy most, most egy kicsit végre talán lazul a helyzet, és akkor játszhatunk is. Meséljen, kérem röviden a darabról, amelynek a rendezésébe belevágtak. Három darabot ajánlottam, mikor a Tamásik felkértek, és akkor azt mondtam, hogy válasszák. Én jobban örültem volna a másik kettőnek, megmondom őszintén, mert nagyobb lehetőség van mind a kettőben arra, hogy a színészek nagyon minőségi módon mutassák meg magukat. Könnyebb is, ismertebb is az a két darab. Ezt a darabot is ajánlottam, főleg azért, és ők emiatt választották, hogy ez, ami leginkább mobil, és a Vén és a fia Huszár, az volt a kérés a Tamásnak, hogy nem szokott nagyon a Komárami Színház innen elmenni vidékre, ide-oda játszani, mert nem fér be máshova. Viszlet szempontból ez a legjobban mozgatható, és akkor ezzel lehet menni tájba is. És a Tamásnak ez egy szív vágya, hogy, hogy ne csak ittben benne játszon a Komárom színház, hanem felvidéken, ahova hívják, menni kell. És én ezzel egyetértek. Falusi gyerek vagyok, itt Fertőtó környéki. Milyen egyetértek ezzel, hogy a színháznak nem az a lényege, hogy a nagyon fontos, hogy a kritikusoknak is tetszen, meg a szakmak úgymond krémjének, hogy nem mondja pejoratív kifejezést, hanem, hanem a hétköznapi embereknek is örömet jelentse, meg a színészeknek is, a, a mecenatúrának is öröme legyen benne. Szerintem az a jó színház, ahol a színészek is, az alkotók is, a mecenás is, és a közönség is jól érzi magát, az a jó színház. Én meg azt szeretnék csinálni egy kicsit személyesebb kérdéssel indítanék, hogyha megengeded, mégpedig azzal, hogy hogy vagy. Hogy vagy, mint intézményvezető, hogy vagy, mint színész, és hogy vagy, mint magánember most? Hát erre külön-külön kell válaszolnom. Magánemberként kezdeném, hogy nagyon-nagyon jól érzem magam, tényleg, mert itt van három csodálatos gyermekem. Tényleg olyan környezetben élünk, hogy a Covid ellenőre természet közelben vagyunk állandó jelleggel, és a természet közelség az mindig rendkívül pozitív energiával töltél az embert. Ö, épül a csűrszínház, ö, reményeim reményem szerint tavaszra be is fejezzük az építkezésnek azon részét, amikor már használhatóvá válik az épület, már így is használtuk, egy lovas színjátszó tábor keretén belül, ahol nagyon-nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Tényleg van egy spirituális ö, kisugárzás ennek az épületnek, nem volt ez tudatos. Ugye mi Jurtát szerettünk volna, ö, Pajtát ö, a Glób felé uh -huh. formájára is és kacsányát, ebből és a, ebből az egyvelekből lett egy csodálatos épület, egy kör alakú, 12... Ö, Rönkfán álló épület, és hét bejárattal. Tehát tényleg egy spirituális jelleget öltött ez az épület, de valami nagyon erős varázsa van, mert épp ma beszéltem Varga emesével, hogy a lovas színjátszó tábor alatt a gyerekeket nem kellett fegyelmezni azokban a pillanatokban sem, amikor sem lovon nem ültek, sem. Se nem próbáltak egy jelentet, vagy tánc részlet, hanem csak úgy voltak, csak játszottak. Na, hát nagyon ö, nagy örömmel tölt el, hogyha erre az épületre gondolok. A Jókai Színház is hatalmas örömmel töltene el, de ott azt, a, ugye nagyon próbált ezt még az a Covid. Hát ez nem a pajta színház, ez egy tradíciókkal, egy hatalmas múlttal bíró intézmény, sok emberrel, művésszel, akik, akik, már tulajdonképpen majd, hogy nem egy éve bevetésre várnak, és mindig meg is történik ez a, ez a bevetés, csak aztán az akciót le kell mindig fújnunk. Tehát a mi osztályunk próba folyamatát, ha jól emlékszem, ötször akasztotta meg a Covid. Ha szeretkezne háborúzt, azt végigcsináltuk minden erőnkkel azon voltunk, hogy az előadást bemutassuk, és az utolsó pillanatban volt egy ilyen megérzésem, tulajdonképpen megérzésekre kell hagyatkoznunk, hiszen nem tudunk tervezni, hiszen hétről hétre változik minden, és akkor valami azt súgta, hogy ő, most bemutatjuk, péntek, szombat, vasárnap, ugye öt bérletünk van, és a következő kettőt nem fogjuk tudni kiátszani és megijedtem, és akkor azt a határozatot hoztam, azt mondhatom így, hogy hoztam, bár se, kevés dolg, dolgot döntök el egyedül, de ezt egyedül eldöntöttem, hogy kiátszok hétvégén, mint az öt, öt bérletes előadást. És kiátszottuk, még kedden bemutattuk a Hamlet előadásunkat, és onnantól kezdve bezártak minket. Onnantól kezdve mi már ö, csak vergődünk. Elindítunk egy próbafolyamatot, megállítja a Covid, valaki kontakt kontaktszemély, a mi osztályunk ő, igazán nagyon sokat szenvedett, mint produkció. Most azon vagyunk, hogy nehogy elvérezzék, hogy még, még hát ha föl tudjuk támasztani márciusban. Közben elkezdtük Eperjes Károly rendezésében a vénbakancsos próba folyamatát. Megtörtént az olvasópróba, próba, és utána jött a teljes leállás. És bár tudnánk ilyen-olyan módszerekkel tesztekkel tovább próbálni, de én nem vállalom azt a felelősséget, hogy, hogy emberéleteket kockáztassak, inkább azt a határozatot hoztuk, hogy otthon, homofizban dolgozunk tovább, tehát szövegtanulás van addig, amíg, amíg a világ, amíg, amíg ugye a korlátozások nem enyhülnek. Mert 80 éves dráfi Mátyás, aki játsza a főszerepét a darabnak, de Varsányi Mária sem mondható fiatalnak. És nem sorolhatnám azokat a színészeket, akik ugye veszélyezt, veszélyeztetve van az életük a COVID-által. És mint színész, hogyan hat rád az, hogy nem tudsz kibontakozni? Tulajdonképpen én az a fajta színész vagyok, aki akkor is kibontakozom, hogyha nem játszom, mert én én, 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 nagyon sokat olvasok, most Bach, Bachot tanulok gitáron, úgyhogy én nagyon jól érzem magam magánemberként, színészként én könnyebben mozdulok, mert én akkor is foglalkozom versekkel, amikor lehet, hogy ezt a verset soha nem fogom elmondani közönségnek, Ugyanakkor mi én, a szabadidőmben próbálunk egy darabot, ez a Fűes mezőnek, ami a Csavarszínász következő előadás lesz, ugye amiben a Szilvia játszik, és én, tehát a feleségem és én, tehát mi ezt könnyen tudjuk próbálni, hiszen egy háztartásban Igen. vagyunk. A Mrozsák próba folyamatát ezt megakasztotta a COVID már bemutattuk volna, ez szintén Csavar Színházi előadás, de amikor velem, mint színésszel beszélget valaki a jövőben, akkor itt a Csavar Színházra kell gondolni, mert a Jókai Színházral az a tervem, hogy én tényleg csak akkor játszom, amikor muszáj, amikor kiesik valaki, vagy amikor feltétlenül szükséges az, hogy én játszak bizonyos darabban, mert a Jókai Színházat én úgy akarom, úgy szeretném igazgatni, hogy nem a magam ő, színészi épülését, vagy karrierjének építgetését tartom szem előtt, hanem másokét. Hiszen így is rendkívül kevés a hely ahhoz képest, hogy mennyi felvidéki magyar tehetség van. Tehát a tehetségeink számát nézve négy színház is kevés volna a felvidéki magyarságnak. A lélekszámban is ott tartunk, hogy lehetne még négy színházunk is ideális esetben. De persze ez most egy idealizmus, ahogy én fogalmazok, hiszen még a két színházunkat is nagyon nehezen tartjuk fönn. Ez, hogy kinek a hibája, ezen el lehet majd gondolkodni a Covid után, meg az is a feladatom, hogy megtaláljuk azt a módját annak, hogy hogy lehetne végre a két kőszínházunkat, tehát ami drámai színházakra gondolok, most nem táncszínházra, a Kassai-Tália színházat és a Komáromi-Jókai színházat végre olyan anyagi támogatással megerősíteni, ami jár. Mert ha összeszámoljuk, hogy a két színházunk nem kap akkora támogatást, mint mondjuk a egyes szlovák színházak, Igen. akkor ez elég kiábrándító adat. Tehát, hogyha ebben az évben a magyar állam nem támogatja a Komáromi Jókai Színházat 25 millió forinttal, akkor én szeptemberben, ahogy átvettem, a színházatot be is zárhattam volna. Csak abból a pénzből tudtunk gazdálkodni, és a kultminornak köszönhetően egy produkciót még színpadra tudunk állítani. De hogyha ezek a plusz támogatások nem lennének, akkor csak a fenntartó által biztosított összegből, még a COVID ellenére sem lehetne működtetni ezt a színházat. Tehát jól érzem, hogy akkor a legnagyobb fejtörést a Jókai Színház megmaradása okozza neked. Igen, 14 színészünk van státuszban, ami rendkívül kevés, és sokszor gondot okoz az is, hogy hogy vendégművészeket hívjunk. És az emberek várják a lehetőséget. Gondolom azért hatalmas elánnal vetetted volna bele magad a színház igazgatásába. Lehet tudni, hogy milyen tervek, terveid voltak, és mi valósult meg ezekből? Egyébként ez a, ez a hatalmas elán, ez, ez tart még mindig, mert ugye ma is pályázatot írtunk, nem adjuk fel a küzdelmet, várjuk, hogy megnyílik a világ, és akkor mi készen állunk majd. Tehát addigra elkészül remélhetőleg két bemutatónk is, ha kell, akkor online. Azért vannak eredményeink is, annak ellenére, hogy a Covid ennyire hátráltatott bennünket, a stúdiót át tudtuk keresztelni, Benkő a stúdióra, a Szkéné Színházzal készül egy koprodukció, aminek épp ma írtuk a pályázatát, Nagy Péter fog, fog, rendezni egy darabot, aki az egyik legjobb fiatal rendezőként tartják már most is számon Magyarországon. tényleg egy olyan színész gárda fog felsorakozni mögötte, akik jó részt a Komárom Jókai Színház társulatának tagjai, és őket erősítjük budapesti művészekkel, akik innen közülünk kerültek ki, és váltak nagy országszerte elismert művészek ki. Neveket még nem akarok mondani, mert az biztos, hogy Nagy Péter fogja rendezni, de még ez képlékeny, hogy kik fognak játszani ebben a darabban. én fejemben már megvan, már a művészeti tanács is, ő tud róla, java a rész, de ezt még konkretizálni majd csak szeptemberben fogjuk. Eszen Jenikő fog rendezni jövőre, Brutovski fog nálunk rendezni, ki Szlovákia egyik legelismertebb fiatal rendezője szintén, ő Mihály Vajgy, Vajgyicska, ifjabb Vajgyicska fog nálunk rendezni egy pirandellót, tehát szépek ezek a tervek, aztán, hogy a Covid mit enged, azt majd meglátjuk. Milyen újítások voltak tervben, ha voltak egyáltalán a színház vezetésével kapcsolatban? Egy kicsit nyitottabb intézményt képzelek el a korábbinál, tehát azt szeretném, hogyha, hogyha annak ellenére, hogy nem tudunk több színész szerződhetni, én szeretném, hogyha minél többen lennénk szerződésben, mert azért egy igazi társulat az akkor erős, hogyha... hogyha nagyobb részt a társulat tagjaira épít, mint külső erőkre, tehát persze természetesen nem zárom ki annak lehetőségét, sőt építünk arra is, hogy minél több vendég művész tudjunk meghívni a színházunkba. Aztán maga a művészeti tanács, ami működik a színházon belül, nyolc ember hozza meg azokat a művészi, fontos művészi döntéseket, hogy kirendezzen, kiátszon a színházunkba. Tehát nem egyedül döntöm el. Egyébként a gazdasági dolgokban sem egyedül döntök. Van egy nagyon jó gazdasági igazgatónőnk, Zsiga Magdolnak személyében, akivel nagyon szeretek együtt dolgozni. Van egy nagyon jó menedzserünk, Juhász Eszter személyében, aki már elég sokat bizonyított, főleg a néptánc terén és egyáltalán a kulturpolitika terén, és gondolok itt színházi fesztiválok és néptánc fesztiválok szervezésére. Tehát én úgy érzem, hogy Varga Emes a művészeti vezetőnk, hogy egy nagyon-nagyon jó gárda állt föl mellettem, Garajszki Margittal, Kis Szilviával, tehát Olasz István, mokosatilla. Attila, Matusek Attila, aki a stúdiót vezeti. Tehát a stúdiót is, hogy így leválasztottam a nagy színpadról, még erőteljesebben, egy külön stúdió, egy külön vezetője van. Ez is azt a célt szolgálja, hogy a Benkő a stúdiót azt ö, tényleg egy magasabb fórumra emeljük, ami az alternatív színházi életben meg kell, hogy állja a helyét. Azt mondod, hogy nyitottabb intézményt szeretnél. Mit jelent, mit akar ez a nyitottság? Hogy lehet nyitottabb a színház? Ö, úgy, hogy azokat az alternatív kezdeményezéseknek nagyobb teret adok, mint az eddigi vezetés. Bár nem akarom kritizálni én az eddigi vezetést, mert hisz ők ö, azért rendkívül sok érdeme van. De a, az alternatív ö, színházi élet mindig sokkal gyorsabban tud reagálni a modern színházi trendekre, mint egy kőszínház, hiszen könnyebben mozdul. Úgy nevezném, mint az elitkommandót mondjuk az amerikai hadsereg, vagy bármi hadseregben, hogy, hogy, hogy ugye kevés emberből áll össze rendkívüli szakemberek minden területen, de könnyebben mozdulhatnak, hiszen ö, már csak a létszámból adódóan is. Tehát mire mi, egy kőszínház megmozdul, addig egy alternatív színház már bemutatta Na azt igen. a darabot. És ezt a lendületet szeretnénk ö, elcsenni. Uh -huh. Tehát ilyen napra és Napra szeretném. késznek lenni. Főleg ebben az időben, amit a Covid diktál, hogy napról napra új és új stratégiát kell felépítenünk, és amit ma felépítettünk, az holnap már nem igaz. És alternatívákat kell találnatok. Igen. Találtatok-e alternatívát az előadások bemutatására? Találtunk, bebiztosítottuk magunkat. Láttuk azt, hogy mennyire veszélyes nagy előadásokra építeni csak. És ezért elindítottunk három kétszereplős darab próba folyamata elindult közben. Miközben próbáljuk minden erőnkkel a nagy színpadi produkciókat bemutatni, addig Spiro praját felújítottuk, ami két szereplős, a színháznak egy régi, nagy sikerű darabja. Azon kívül Holocsi Katani és Holocsi Kriszti fognak bemutatni egy két szereplős darabot, a Csendes Ház című előadás, ez egy szlovák kortárs dráma, Garajszki Margit rendezésében. Ez teljesen, ez off programként nevezzük így, hogy abszolút nem volt tervben. Volt egy nagy sikerű felolvasóest, és mivel hogy a művésznőknek is nagyon tetszett a, a, a dráma, és a rendezőnőnek, Garajszki Margitnak pedig kedve van ennek a megrendezéséhez, tehát azt mondtam, hogy akkor akkor nekem meg az a feladatom igazgatónak, hogy előtt a feltételeket, hogy ezt, 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 akkor csináljuk végig, hogy nem maradjon olvasószínház szinten, hanem akkor mutassuk be ezt a darabot. És hogyha a nagy előadásokat nem tudjuk elővenni, vagy hogyha be kell fagyasztanunk egy időre ezeket a produkciókat, akkor ezt a két kétszereplős darabot nagy színpadra tudjuk vinni. Ugyanakkor Bárdos Judit és Czulka Otto a Ballekú rendezésében a Temetés című groteszk játékot fogja a színpadra vinni, és amennyiben, ugye stúdió előadásnak készül, de amennyiben a nagyszínpadi előadásokat nem tudjuk bemutatni, akkor ez is a nagy színpadra kerül. Tehát ugyanaz a terv, a haditerv, amit már amit már tettünk az első Covid hullám alatt, hogy a jelenetek egy házasságból című produkcióval, és a Csehov mi lett a nővel című produkcióval megmentettük a két elmaradt bérletes előadást, így a bérleteseinknek nem kellett visszaadnunk a pénzt, nem is kérték, de nagyon szépen köszönték, hogy kaptak valamit a pénzükért, nem is akármit, mert mindkét darab, hála Istenek, nagyon sikeres volt. Hát ezek azok a... Ö, stratégiák, amiket nap mint nap újra és újra föl kell állítanunk. Egyébként mennyire van kiéhezve a közönség a színházi előadásokra? Milyen visszajelzések érkeznek hozzátok? Hát rendkívül ki vannak kiéhezve. Most már ugye a Kumármi Jókai Színház decemberben sikerült egy üvegcipőt eljátszanunk. Hatalmas sikere volt, álló taps, tényleg akik látták az előadást, azok engem igazolnak, hogy ugye ez még ez az természetesen ez az előző vezetés érdeme, ez a nagyszerű produkció. Ugyanakkor a Komáromi VMK és a Komáromi UK Színász között nagyon élő a kapcsolat. Köszönhető ez Lakatos Róbert és az én barátságomnak is és ezért próbáljuk ott segíteni egymást, ahol csak tudjuk, és ebből a, ebből a közös munkából született egy ünnepváró ö, ö, nagy gálaest. A felvidék nagyon jeles előadó művészei vettek részt ezen a gálán, és ebből született egy CD, amiből már 700 darabot eladtunk. Tehát ez egy óriási szám tényleg a mai, mai viszonylatban CD eladás számot tekintet. Határozottan. Igen. Meg hát a trianoni megemlékezés is egy ilyen együttműködés volt. A trianoni megemlékezés is. Hogy látod, hogyha egyszer majd vége lesz a járványhelyzetnek, mennyire fognak az emberek visszaülni a nézőközönség székeibe? Én azt hiszem, hogy vissza fognak rohanni, mert elegük van az embereknek a bezártságtól, tehát a bezártságból. Ez a csavarszínázra kell megint visszatérnem, hogy azért mi könnyebben tudtunk reagálni, hiszen kevesen vagyunk, ez egy kis egy kis társulat, és mi ö, abszolválni tudtunk egy fesztivált decemberben, Rimaszombadban, és ö, a kicsiknek, egy-négynek tudtunk játszani úgy iskolákban, hogy egy-egy évfolyamnak. Minden egyes előadás ünnep volt. Tehát olyan előadásokat a ezt érezni fogjuk mi előadók is, éreztük is decemberben, és a közönség is, hogy az, ez az élő találkozás, ez, ez semmivel sem lehet összehasonlítani. Tehát az online tevékenység ezt nem válthatja föl, mint ahogy annak idején, mikor bejött a film, azt sem tudta kiszorítani a színházat, hiszen annál nagyobb élmény, mikor húsfér ember, akár ilyen közelségből, mint ahogy itt ülünk egymással szemben, eljátszik egy történetet a másiknak, ezt nem tudja überelni ezt Tehát az érzést A attól, hogy a virtuális én, én nem, világ... nem tartok tőle, hát. sőt, le, még az is lehet, hogy, 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 hogy több nézője lesz a színháznak. Mert az emberek ő, jobban fogják értékelni a személyes kapcsolatokat, a, a személyes találkozásokat, mint eddig valaha is. Én ebben bízom. Mire van, vagy mire lenne szüksége egy felvidéki színháznak? Ugye az anyagi támogatást már említettük. Nézők vannak. Mi kell még? Hát anyagi támogatás. <laughs> hát a Igen. anyagi támogatás szóval az, 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 mi kell a háborúhoz? Pénz, pénz, pénz. A színház egy ö, ö, nagyon drága műfaj. Úgyhogy több művészeti irányzatnak az egyvelege. Tehát képzőművészet, táncművészet, zene, tehát nagyon-nagyon drága műfaj. Természetesen mondom ezt én, aki csináltam már null költségvetésből is, olyan előadást, ami több milliós ö, nagyságrendű díszlet, jelmez, kosztüm, kavalkáddal is föl tudta venni a versenyt. Tehát elsősorban azért közönségkel és előadó. Meg aztán persze rengeteg energiás őrület kell hozzá, meg szerelem. Tehát a színház, színház Színházat nem lehet ö, jó színházat csinálni, úgy, hogy az ember nem is csinálják olyan, tehát hogy nem ismerek legalábbis én olyan előadót, aki, aki a pénzért csinálná. Ö, az, az hogy a mi köreinkben ilyen, ilyenekkel mi nem találkozunk, hiszen mi azért csináljuk, mert nem akarunk, soha nem akartunk más csinálni. Úgy érezzük, hogy nem is tudnánk más csinálni. Ez, ez az életünk, ez a családunk, ez a mindenünk. És hogyha ez a hit ott van, és az, az biztos, hogy közönséget talál. Egyelőre ugye nem tudhatjuk, hogy mikor lesz vége a járványhelyzetnek. Mit üzennél addig is a kollégáidnak, a színészeknek, illetve a közönségnek? Hát, hogy tartsunk ki, és, és hát, hogy tartsuk magunkat kondícióban, olvassunk rengeteget, az nagyon jót tesz egy művésznek. Tényleg használjuk ki ezt az időt arra, amire egyébként ha éles a helyzet, akkor nincs időnk. Tehát én nem tudom, mikor olvastam ennyit utoljára, vagy mikor volt időm arra, hogy ugye én nem vagyok ott olvasó, mert annál én sokkal... Ö... Ö... tehát nem, sajnos nem voltam egy szorgalmas ember hosszú ideig, most már késő, tehát nem tudtam egy kottát olvasni, de, de hallás után bakot próbálok játszani gitáron, és már körülbelül a mű közepénél tartok. Én, én azt mondom, hogy egy művésznek ez is nagyon fontos, hogy jó zenét hallgassunk, olvassunk, jó filmeket nézzünk, és ö, készüljünk fel arra, hogyha megnyílik a világ, akkor én azt hiszem, hogy nekünk egy évet be fog kellene pótolni, és a közönség is várni fogja tőlünk a gyors reakciót, hogy visszakerüljünk a színpadra minél előbb, mert már nem lesz türelmük várni azt, hogy újra rendezzük sorainkat. Hogy tud titeket támogatni a közönség? Hát azzal, hogyha eljönnek és néznek minket. És a most UK ebben színházat, a helyzetben? Hogyha most nem ebben a helyzetben élni? készülünk egy csomó online tevékenységre. Most mondjuk ez az online tevékenység, amit a Jókai Színház a zászlójára tűzött, ez az iskolákat segíti. Ugye 20 érettségi tételt, magyar érettségi tételből készítünk egy ilyen 30 perces rövidfilmet, ahol pedagógusok is beszélnek a műről. Azon kívül mi színészek tolmácsoljuk a, az adott műveket. És hát amint megnyílik a világ, akkor legyen bátorságuk újra színházba jönni. És a bérleteseinktől is azt kérem, hogy tartsanak ki mellettünk, és higgyék el, hogy a bérleteik árát azt mi, mi így vagy úgy, de, de megszolgáljuk. Minden szabad legyen valósága. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.